lenne. Köszönöm szépen a meghívásotokat. Üdvözöllek benneteket. Eddig már több helyen voltam az országban előadást tartani a munkámról. Január óta már a rokanyugdíj változásról is tartok előadásokat. Azért jöttem, hogy segítsek nektek, hogy könnyebben megértsétek a változásokat, hogy mi történt, mi a változásoknak a célja, és hogy hogyan legyen tovább. Most a titkárasszonnyal megbeszéltem, két előadást fogok tartani. Az első előadás a munkámról lesz, körülbelül 45 perc, utána kérdés-válasz, utána lesz egy Rámárt az Európai Parlamentben 2009 óta képviselő. Az ő munkája alapján a Fideszen belül elkezdtek gondolkodni. A magyar parlamenten belül is jó lenne, vagy legyen egy fogyatékos ember. A parlamenti általános vita után van a részletes vita, utána pedig a szavazás, tehát egy-egy dolog három részből tevődik össze. A parlamenti munka és a bizottsági munka, én például kettő bizottság tagja vagyok. Nagyon hosszú a neve, röviden. Itt a stílusa nagyon változó. Van olyan törvény, szakmai vita, unalmas, nincs, tehát hogy elegánsan csinálják, tehát tényleg csak szakmai vita, nincs veszekedés. Van olyan törvény, amikor már sok politikai vita ellentét van benne, ugatnak egymással a képviselők, MSZP a Fidesz ellen, Fidesz az MSZP ellen, sok személyeskedés is. Jó, most mindenki lát már. Miért történt a változás? 2010-ben, amikor a választás volt és az új kormány megalakult, és felülvizsgálta a régi ügyeket, rájött, hogy nagyon sok pénz megy ki. A költségvetés kiadása rengeteg segély, a munkanélkül is